Varró Dániel, miért üres a postaláda? Nem tudom, hogy mostanában miért üres a postaláda. Megy az ember oskolába, belekukkan, belenéz, se képeslap, se levél. Postás bácsi mondja drága, hol csatangol mostanába? Új ficsúrok, asszonykák, nekem kérem azt mondták, mostanába más a módi, nem divat már lótni futni. Én hallgattam az intelmekre, felköltöztem az internetre. Untam is már lótni futni, nekát aztán tetszik tudni, délutánra általába átkozott túl fájt a lábam, mert az előtt minden háznál személyesen kint elmettem. Azóta a levelek nem hevernek kupacban, levél helyett üzenet, bélyek helyett kukac van. Lábam nem fáj, még ha fáj is, létezésem virtuális. A nevem is más lett, rám a régi név már nem illett. Nem hívnak már Gának Pálnak, hanem hívnak Emilnek. Emil bácsi, tiszteletem, jöttem ma is 10 levelem. Jött Varró úr, izengettek nem is 10-en, 12-en. Írt a bobarcú démon, egy szívnek mi olvadékon, sokat jelent ez a pár szó. Írt a büdös pizsomázó, írt a bús piros vödör, kit szom jó fájdalom gyötör. Írt a híres pacacár, írt a nagy zsiráfmadár, írt a kék szemű daliás lugróf, mind a két füle mazsolás kuglóf. Írt szösznéne, igen, ez ő, írt a deviza levelező, írt a csálé és az egyenes, egyik e-mail, másik SMS. Elefántúrs a többi állat. Egyet én írtam magának, mert múltkor a címzés kérem, rossz volt 10-ből 8 levélen. Elgépelte, tiszta rosszak, azt a 8-at visszahoztam.